Hello mindenki Spanyolországból, a Casablancáról. Megkezdjük a mai élő műsort. Kéne valítsanak közben az innivalómat, azt pakolgatom itt. Már akarom nektek mutatni, hogy ma mit iszunk. A mai műsor kiköltözés, fizetések, munka Spanyolországban. Ez most nagyon, nagyon sokakat fog érinteni. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy mi történt április 3-án, és ennek köszönhetően most ilyen mértékben ugrottak meg azok az igények, hogy akkor most mindenki szeretne kiköltözni. Közben elindítom a kommenteket, hogy lássam a laptopon is, amíg összegyűlünk. Mindig hülye fejet vágok, amikor indul, mindig be van csukva a szemem, pedig én nyitott szemmel kezdem a műsort. Utálom a Facebookot. Nos hát remélem mindenkinek sikerült megnézni. Sziasztok! Megvárjuk, amíg mindenki azt mondja, hogy szia! Szóval, ugye amikor meghirdettem a ma esti élőadást, akkor beraktam azt a linket az első kommentbe, amiben láthatjátok, hogy mi az a műsor, amiről szeretnék beszélni. Ugye ez az RTL-nek a Fókusz című műsora volt, és most kifejezetten Spanyolországról szólt. Itteni magyarok interjúján keresztül. Kicsit meglepő dolgok vannak ebben a műsorban. De akkor kezdjük az innivalóval. Ma ismét visszatérek a tavaly őszi dél-spanyolországi nyaraláshoz, amikor ugye Jerezben voltunk, Frontera de la Jerez, és most Pedro Jiménez serit iszok. Pedro Jiménez az egy szőlőfajta. Mondjuk az Otello otthon. És ez Jerez de la Frontera, fordítva mondtam az előbb, mindegy. A Pedro Jiménez szőlőből készült sheri 17%-os. Édes természetesen, tehát ez annyira édes, hogy igazából egy kicsi vízzel szoktam hígítani. Látjátok, így is ilyen elképesztően sötét, majdnem barnás színe van, ez nem is inkább már vörös. Elképesztő. Na nézzük, tegye fel a kezét, hogy van-e itt olyan, hadd lássam. Na várjátok, akkor lehet küldeni ilyen mindenféle jeleket, most szívecskét, meg ilyen izéket küldözgettek. Akkor aki azért van itt, és azért nézi a műsort, mert konkrétan ki akar küldözni, az küldjen egy ilyen nevetős smiley-t, és akkor látom. Na most, aki ki akar költözni, az küldjön nevetős, nem szívecskét, nevetős smiley-t. És akkor látom, hogy hányan vannak itt, akik tényleg ki akarnak költözni, és hányan vannak a kibicek, akik csak nézik. Mi az, hogy Isten éltessen? Nincs születésnapom, kész vagyok. Látom, egy, kettő, csak kettő, három, négy, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Jó, most hirtelen megindult az áradat a nevető smiley-knak. A közeg szerint ennyivel van késésbe. Jó, most már látom az áradatot, tehát most már nem lehet megszámolni. Hát kérem, kezdjük. Én ki is hoztam ide ezt a cikket. Egy nagyon rövid részt felolvasok belőle, ugye amiről beszélni akarok, de egyébként szerintem a videót is meg tudtátok nézni, illetve el tudtátok olvasni a cikket is. Hangsúlyozom még egyszer, senki ne kommenteljen. Nagyon távol áll tőlem is, hogy én... Senki ne kommenteljen, de kommenteljetek. Senki ne linkeljen. Nagyon távol áll tőlem az, hogy én magam is linkeljek, de most ezt meg kellett tennem azért, hogy ezt a műsort lássátok és meg tudjátok nézni. Kezdjük. Tehát ez az RTL Klub... rtl.hu fókusz, és akkor ez az április 20-ai műsor, akkor április 20-a az azt hiszem, hogy szerda volt. Idézett, tehát nem az egészet olvasom fel. Balogh Noémi több mint 10 éve él Spanyolországban, férjével közös cége ingatlan befektetéssel és a spanyolországi letelepedéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézéssel foglalkozik. Az elmúlt hetekben folyamatosan csörög a telefonjuk, rengeteg magyar érdeklődik az új élet reményében. És nem csak fiatalok. Most jön az idézet. Vannak családok, amelyek a végső elkeseredésükben hívnak minket, és az utolsó pénzükkel szeretnének új életet kezdeni Spanyolországban. Mesélte Noémi, aki szerint a vendéglátásban
informatikai területen, vagy éppen kamionsofőrként is könnyű elhelyezkedni. Egy felszolgáló fél éves tapasztalattal, angol nyelvtudással akár 2000-2500 eurót is megkereshet havonta heti 5 nap munkával. Ez körülbelül 8-900 ezer forintot jelent. Eddig szól az idézet, és mi sem áll távolabb a valóságtól, mint hogy azt mondjam, hogy ez teljesen általános jelenség Spanyolországban, pláne meg a Spanyolországnak ezen a részén, ugye a Costa Blancáról beszélünk, ez Alicante tartomány, Comunidad Valencia, tehát mondjuk régionálisan azt mondom, hogy még Valencia, mint nagyváros. Én azt hiszem, hogy Valencia egyébként talán Spanyolország harmadik legnagyobb városa, ugye a második Barcelona, a harmadik azt hiszem Valencia. Ilyen 800 ezer ember körül. Na nézzük akkor ennek a történetnek a részleteit. Hangsúlyozom, benne vagyok, tehát én is, ugye van nekem is spanyol csoportom, látjátok, abba is kitettem ezt a posztot, ott is érkeznek kérések. Nagyon sok kérést kapok én is magánszemélyektől, tehát ugye privátba is üzennek, az oldalamra is üzennek. Az a része ennek a cikknek, ugye én most csak azt olvastam fel, amit Noémi mondott, azt, hogy az RTL Klub ebből milyen műsort szerkesztett, azt majd meg tudjátok nézni a fókusz videójából, de nagyjából ugyanez egyébként. Az a rész tény, hogy én is úgy érzem, hogy megugrott most azoknak a száma, akik ki akarnak költözni. Igazság szerint egy kicsit van ennek egy szezonális hatása, tehát ilyenkor, mikor lassan megindul a jó idő, akkor így mindenkinek így, akkor most menjünk Spanyolországba. A legrosszabb időpont egyébként. De a többi, hát nem tudom, teljesen elképedtem. Ahhoz, hogy a helyzetet rendesen tudjuk elemezni, ahhoz csináltam egy kis kutatást. Tehát megkérdeztem másokat, akik régebb óta itt laknak. Egyébként nekem is van erről információm, de megkérdeztem másokat is, akik régebb óta itt laknak, mit gondolnak erről, mi a véleményük. Volt, aki csak simán kiröhögött, volt, aki ennél durább kijelentéseket tett, hogy ez mit jelent ez az összeg. Mások készségesen elmondtak konkrét számokat is. Akkor nézzük most rögtön azt a részét, amikor azt mondja, hogy végső elkeseredésükben hívnak minket, és az utolsó pénzükkel szeretnének új életet kezdeni Spanyolországban. Semmiképpen ne tegyétek. Sőt, az egészre azt mondom, mielőtt még belemerülnénk a műsorba, ez alapján, a műsor alapján, tehát ez alapján a fókusz figyelemfelkelés, nem tudom, hogy hány embert ér az RTL, már nagyon régen nem vagyok otthon, nem tudom, hogy ez hogy néz ki, de talán az RTL ugye az egyetlen ellenzéki csatorna, már tehát minden mást megvettek, úgyhogy nagyon nem akarom bántani az RTL-t, de ezzel most annyira mellé nyúltak, hogy ezt elmondani sem lehet. Tehát el tudom képzelni azt, hogy tényleg rengetegen csalódtak, nem csak most ebben a választásban. Tehát az elmúlt 12 évben csalódtak, és akkor ők most úgy érzik, vártak az utolsó pillanatig, hogy na, talán javuló helyzet, és most ez adta meg a végső lökést. Tehát nem azt mondom, hogy a választások miatt dönt most mindenki. Akkor most kitiltunk valakit. Nem tudom elintézni, hogy ne zavarjanak meg élőadásban az ilyen hülyeség kommentek. Tehát én azt hiszem, hogy ez csak a végső lökést adta meg. Tehát nagyon sokan tervezték ezt már, és akkor így megindultak. Ennek egy táptalaja az, hogy most ilyen műsorok születnek. Ismerősök küldtek nekem is olyan linkeket, amiben egyesek élő videókat csinálnak pénzért, vagy akár úgy hirdetik magukat, hogy akkor ők ilyen kiköltözési segítséget, meg ilyeneket nyújtanak. Hát ugye Noém és a férje Tomi, ők már egy jó ideje csinálnak ilyen vállalkozást, hát tudjátok, náluk lehet, hát aki nem tudjanak, elmondom, hogy ugye lehet ilyen nyílszám ügyintézés, tehát ők tényleg ennek az ügyintézésnek a menetét csinálják. Én nem szólok ebbe bele, tehát ugye itt, akik a Costa Blancán vagyunk magyarok, nem igazán szoktunk ellenségeskedni, annyira nagyon össze sem járunk. Ugye ez teljesen igaz, hogy a magyar az ilyen távolságtartó. Magával a szolgáltatással én azt gondolom nincs gond, de meglovagolni ezt a konjunktúrát, a fellendülést, hogy akkor most mindenki jönni akar, én úgy érzem, ez ennél több felelősséggel jár. Ha most egy mondatot mondhatnék, és csak ezt nézzétek meg az egész műsorban, már lehet, hogy az első percben kellett volna elmondanom, senki ne induljon neki Spanyolországnak ez alapján. Meg úgy nagyon más alapján se, hogyha nem tájékozódik. Elképesztően nem igaz az, hogy 2500 eurót kereshet egy pincér. Van egy csoportom egyébként nekem is, Benidorm csoport, és most tulajdonképpen ott feltettem a saját csoportomban egy kérdést, ahol én igazából csak vendég vagyok, mert ott angolok
hirdetnek, tehát ott olyanok vannak, akik mondjuk ott az éttermüket, a bárjukat hirdetik, mert most belemegyek, és ugye a legutolsó posztomba tettem fel ezt a kérdést, hogy hello, mindenki, éppen egy cikket olvasok arról Benidormról, miszerint itt 6 hónapos, hát ugye tapasztalattal 40 órás, 5 napos munkával 2500 eurót lehet keresni. Nekem egy kicsit ez nehezen elhihető, kérem, hogy akkor az éttermi tulajdonosok, vagy akiknek egy bárjuk van, azok írják be, hogy mit gondolnak erről. Sharon Crosby volt az első, aki válaszolt, és azt mondta, hogy hát ő egy bárban dolgozott, és 6 eurót kap óránként, és méghozzá csak egy 10 eurós szerződéssel. Utána azt mondja, van egy barátja, aki csak 5,50-et kapott, de ő 30 órás szerződéssel. Következő Danny, ő 6 eurót mond óránként. És aztán így tovább sorakoznak ezek az összegek. Van, aki konkrétan beírta Geret, hogy ő 1350-et kap plusz a borravaló, ami talán elérheti a 2000-et, hogyha nagyon keményen dolgozol. Először is a vendéglátásban, de szerintem akinek egy kicsi érzéke is van a vendéglátáshoz, az tudja, hogy nincs ilyen a vendéglátásban, hogy 5 nap és csak 8 óra, tehát hogy 40 óra. Elképzelhető, hogy a szerződést mondjuk annyira kötik, de annyira sem, mert látjátok, itt van olyan, akit 10 órában jelentettek be, van olyan, akit 30. Tehát inkább ez a szegmens, ez úgy néz ki. Benidorm egy külön fekély a Costa Blanca testén, tehát az a gettó az inkább egy ilyen, arról majd külön beszélünk, tehát ott esetleg más feltételek lehetnek, de általánosságban az éttermi rendszerre Spanyolországban, legalábbis itt a tengerparton, a Costa Blancán az a jellemző, hogy ugye van egy óriási ugrás a nyári szezonban, tehát itt például Madeirában, ezt sokszor elmondtam nektek, ez egy olyan 3-4 ezer fős kis falu, de van legalább 50-60 étterem, ennyire. Ugye, de mindenhonnan jönnek ide, nem csak a helyiek ez, de ugye a helyiek is nagyon ilyen eljárósak. Na most ez úgy néz ki, hogy mindenkinek, minden étteremnek általában van egy fix személyzete. Az éttermek nagy része egyébként bezár így a téli szezonra, és ha mégis valaki nyitva van, akkor ilyen 2-3 pincér léznek. Na most nyáron ez óriási mértékben megúlik. Tehát a 2-3 pincérnek a dupláját is felveszik még, tehát mondjuk még 3 pincért. És akkor ez úgy néz ki, hogy június, július, augusztus, akár még szeptemberre is megtartják ezeket az embereket, tehát van 4 hónap, amikor azt mondják, hogy tényleg akkor bárki jöhet. Tehát akkor ez egy olyan időszak, hogy azt kell mondjam, hogy boldog-boldog talán felvesznek. Azért valamennyi tudás még így is kell, tehát ha valaki tényleg semmit nem tud, tehát még angolul se, az angol nyelvtudás az kevés egyébként, de ha valaki még angolul se tud, az biztos, hogy nem fog semmilyen munkát kapni, talán még mosogatót sem, mert elképesztően sokan akarnak erre jelentkezni. És aztán ezeket az embereket szépen kiteszik októberben, és akkor megint nincs munkájuk. Tehát ugye ezek ilyen idéglenesen felvett alkalmazottak. Viszont a munkarend az úgy néz ki, hogy Spanyolországban hát körülbelül olyan 1 óra fél 2-től van ebédidő, és mondjuk olyan 3-ig fél 4-ig lehet kapni enni, utána semmi. Tehát utána mondjuk egy a 4 óra és 7 óra között van egy ilyen üres járat, akkor azt kiadják sziasztának, tehát azt mondják, hogy akkor azt csinálsz, amit akarsz, akik messzebbről járnak be, azok nem tudnak hova menni, tehát nincs értelme addig hazamenni, lefeküdni, aludni, gyakorlatilag az ott elvesztegette a napját. És akkor utána 7 órakor általában kinyitnak, akkor még csak lézengenek az emberek, mert igazából ilyen 9 óra igazán a vacsora idő, és nyáron hajnali 2-ig. Tehát nincs itt arról szó, hogy akkor még utána takarítani kell, csak azért, mert hajnali 2-kor mondjuk bezártak, vagy az utolsó részek kiment a kapunattól, el kell kezdeni takarítani, tehát a munka az nem ennyiből áll. Kicsit hamarabb kell eljönni. Beszéltem egy magyarral, aki Alicante környékén dolgozik, azt kérte a nevét, nem mondjam, úgyhogy természetesen nem is mondom, ő szakácsként dolgozik, 1300 eurót kap, és azt mondta, hogy a 12 óra az normál, de valamikor 16 órát dolgoznak nyáron. És a borravaló ez nem olyan magas. Tehát azt is tudnátok, hogy Spanyolország nem egy ilyen borravalós ország. Ezt kell mondjam én is, igen, amikor megyek mondjuk egy étterembe, vagy valahová, és mit tudom, egy napi menü az mondjuk 12 euró, akkor ilyen 30-40-50 centeket hagyott az ember. Tehát nincs ez a Magyarországon megszokott nap, hogy ilyen nagy vonalon 10%-ot rádobok. Tehát nem nagyon lehet borravalót összeszedni. Azt mondja, olyan 100 euró, jobb esetekben 200 euró a borravaló. Ebben lehetnek eltérések. Tehát ugye látjátok, most itt Benidormban azt mondták, hogy az 1350-es fizetése az felmegy esetleg 2000 euróra is, de Benidorm elképesztően különbözik a Costa Blanca többi részét. Én azért nevezem ezt egy fekélynek, ugye ott van egy square-nek nevezett rész, ugye ez az angolok fellegvára. Ott komoly bűncselekmények történnek, tehát ott gyilkosság van, ott lövöldözés van, ott kábítószer van, prostitúció, ott... hát igen, tehát egy nagyon kedves illető beírta itt a komment végére, hogy hát én ismerek egy lányt, aki 3000 eurót csinál hetente egy bárban.
És akkor mondta a létesítmény nevét, nem akartam mondani, hát bizonyos szolgáltatásokért, ezt nem részletezem, lehet 3000 eurót is, de az nem pincéri szolgáltatás. Tehát ott ugye azok a külföldiek, akik kifejezetten ezt a szórakozást keresik, hogy valaki ezt írta, hogy nincs hang, de gondolom, hogy van hang. Mert különben már 1000 millióan írták, hogy nincs hang. Tehát ez a benidormi rész annyiban különbözik, hogy oda, hát most nem akarom így mondani, hogy oda nem rendes emberek járnak, oda nagyon nehéz erre kifejezéseket használni, inkább úgy mondom, hogy oda az olcsó brit turisták járnak, akik gatyában, részegen, strandpapucsban, egy korsos sörrel a kezükben akarnak fetrengeni a tengerparton egy hétig, 30 eurót akarnak fizetni egy szállodában, tehát még 50-et sem, mert mondjuk ilyen 50-100 euró esetleg, ugye a 100 euró mondjuk az már egy luxus szálloda, 50 euró lenne a dolog, tehát ők még annyit csak akarnak fizetni, vagy jönnek stag holiday-re. Ugye a stag holiday-ek azt jelentik, amikor eljön, mit én, egy ilyen esküvőre eljön 20 lánybúcsú, vagy legénybúcsú, vagy valami, ezeket már betiltották egyébként. Tehát most már nem lehet olyan nagy mennyiségben mondjuk szállodai szobát foglalni, tehát ha valaki egyszerre mondjuk 10 szobát akar lefoglalni, azt már nem nagyon engedik. Tehát ebből már itt is kezd elég lenni. Tehát ez egy olcsó, ez egy tömegturizmus, semmi szép sincs Benidorm egyébként, tehát ha megnézitek Benidormot, akkor látjátok a megnézhetitek a csoportomat, a Benidorm Daily, tehát Benidorm naponta, ugye ez a neve, ott vannak fotók, meg minden, 11 ezer tag van, tehát típus már 12 ezer, bocsánat, mindig eltévedek, hogy mennyi, 12 ezer, úgyhogy kicsit reprezentatív volt, tehát ez, hogy mik vannak. Ocsmány, torony épületek, van egy nagyon hosszú part, két partszakasz igazából, tehát én azt mondom, hogy ez nem az, amiért az emberek a Costa Blancára jönnek. Ezt a fekélyt leszámítva, a Costa Blanca maradék része, tehát Carpe, Moreira, Hávea, Alteja, talán azt mondanám Torrevieja, ami szintén olcsó, de talán még Torrevieja sem ez a kategória, tehát azokat azt mondom, hogy minőségi turizmus. Na most sehol, soha senkit nem ismertem, aki 2500 eurót keresett volna, nem vagy pincérként, de úgy egyáltalán. Bankigazgatót ismerek, aki kap 3000 eurót. Egyszer ismerkedtem egy lánya, még nagyon régen, képzeljétek el, ő egy notariban dolgozott, ami közjegyző, ő kapott 2000-et. Ő kapott 2000-et. És nem volt megelégedve vele természetesen. A munkaidő egészen biztosan, hogy nem, egész biztosan nem 40 óra, nem napi 8 óra, és nem 5 nap. Nincs olyan itt a spanyol vendéglátásban, hogy 5 napot kelljen dolgozni. Egy szabad nap van mindenkinek. Azt is általában, hát igen, ez mondjuk étterme válogatja, általában hétfőn adják ki. Mert ugye hétvégén van, aki vasárnap, de általában hétfőn szokták kiadni. Vasárnap, tehát 6 napot kell dolgozni, heti 6 napot kell dolgozni. Az egész napja el van cseszve az embernek, mert képzeljétek el, hajnali 2-ig dolgozó, hulla fáradtan, még utána takarítasz egy órát, hazamész, igaz, hogy másnap csak mondjuk 1 órakor kell kezdened, de az egész délelőtöt átalszod. Ott van Ivett. Randiztunk korábban évekkel ezelőtt, és aztán itt maradt, és tudjátok, hogy vele csináltam interjút mondjuk tavaly. Ő mindent megpróbált, Benidormban is. Tehát éveken át követtem azt, hogy mit csinál. Örült neki, ha 800 eurót kapott. Nem az, hogy annak örül, ha egyáltalán felveszik az embert. 800 eurót meg borravalót, és akkor csiringítóról csiringítóra járt, ételemről, hotelben próbált takarítani, és mindig elküldték. Mert beleesett abba a kategóriába, hogy ugye mondtam, hogy egy-egy étteremben valaki ezt írja. Most elment a komment. Hát, hogy be kéne mennem. Na jó, elment a komment, de valakit be... Ah, itt van. Tímia Boda. Neved már el a kedvem, hogy mennyit fizetnek. 1300 eurót kezdem a nyári szezon, nem kapok ennyit, és 46 fokban dolgoztam tavaly nyáron is Carpe Moreira. Hát akkor biztosan tudod, hogy miről van szó. Most már visszamegyek ide. Hol van Gábor? Mikor itteni szállodában dolgoztam, havi 900 eurót kerestem napi 12 óráért, amiben 2 óra siesta volt. Igen, tehát erről beszélek, hogy a napot tönkreteszi az, hogy a nap egy részében dolgozni kell, mondjuk 1 órától 4 óráig, aztán 3 óráig elvileg nincs semmi. Ez elvileg nincs semmi, ez azt jelenti, hogy pénzt nem kapsz érte, de mehetsz, ahova akarsz gyakorlatilag, nem tudsz hova menni. Tehát a reális fizetések szerintem az ilyen 900 és 1100, 1200 euró között vannak, napi kb. 12-16 óra munkáért, heti 6 nap, és örülj, ha felvesznek. Ugye Ivett nem annyira hallgatott rám, én akkor az angolt javasoltam neki, ő azt mondta, hogy ő rá teljesen a spanyolra,
mert ő szeretne ennél tovább lépni, tehát nem akar egész életében pincérkedni. Ő egyébként ilyen orvoslátogató volt, tehát otthon gyógyszereket mutatott be orvosoknak, akármit is csinál egy orvoslátogató, ugye ilyen, szerintem ilyen gyógyszereket mutat be, hogy na inkább ezt írt fel a betegeknek, és akkor ezért kap pénzt a gyógyszergyártóktól. Én úgy gondolom, hogy az orvoslátogató az ezt csinálja, és ő is azt szerette volna csinálni itt kint. Éveken át tanult spanyolul, tehát már úgy beszélt spanyolul, hogy én soha nem fogok úgy, és még akkor sem akarták megtartani fix állásban, akkor is úgy döntött, én azt hiszem az egyik évben, hogy akkor elmegy Angliába. Ha visszalapoztok és megnézitek ezt az interjút, akkor ő is elmondja, hogy elment Skóciába inkább ott dolgozni, mert olyan vacak fizetést adtak, meg olyan, meg nem becsülik meg az embert. Neki volt olyan, hogy nem fizették ki. Egy hétig dolgoztatták, két hétig, aztán azt mondták, mehetsz viszontlátásra. Tehát még szerződés sem adnak mindig. Elképesztően rosszak szerintem a munkafeltételek. Ezt a műsort azért akartam megcsinálni, nem Tomi vagy Noémi ellen beszélni, vagy akár az RTL klub ellen sem, én magára a jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem igaz. Elkezdtem beszélgetni néhány emberrel a Benidormos csoportban, és ott mondták, hogy igen, vannak olyan bárok, de ezek hangsúlyozom éjszakai bárok, kupleráj, kurvák vannak, oké? Okay? Kaszinó, szerencsejáték, drogmaffia. Tehát ilyen éjszakai bárok, ugye, ahol egy pultos elérheti a 2000-et, a 2005-öt egy ilyen nyári szezonban. Tehát amikor ilyen abszolút csúcsidő van, borravalóval együtt. Az, hogy ez egy általános dolog lenne, nem igaz. Abszolút nem igaz. Tehát azt nem vitatom, hogy lehet olyan, de minden szakmában van ilyen, aki a csúcson van, és akármi. De higgyétek el, hogy azt az életet nem akarjátok élni. Nem nagyon hiszek ebben a fél év tapasztalatban. Én soha nem dolgoztam vendéglátásban, tehát ezt nem tudom, hogy mennyi tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki így egyensúlyozni tudjon a tálcákkal, vagy a késtvillát ki tudja rakni. Nem lenézésképpen mondom, csak tényleg nem tudom. Én azt mondom, hogy a nyári szezonban elég lehet ez. Tehát a nyári szezonban nem fogja... Tehát akkor tényleg mindenki jöhet. A nyári szezon az ilyen. De ez a tény, hogy 2500 euró, 5 nap, és hogy ezt így havonta, ez egészen biztosan, hogy nem lehet egy hosszú távú munka. Tehát senki ne induljon most neki a hátizsákjával pincérkedni Benidormban, mert nem fog sikerülni. Van egy másik csoport, nem az én csoportom, egy spanyol csoport, ahol most valaki például beírta ezt a kis kérdést, meg is írtam neki, hogy ha érdekli, akkor a válaszom, akkor ma este nézem műsor, tehát ha most itt vagy, akkor sajnos a nevét nem tudom most megkeresni érteni ezt a csoportot, és annyira, na mindegy. Tehát beírta, hogy ő biciklis futár szeretne lenni, jönne Spanyolországba. Tud középfokon angolul, és van még valami targonca vezető papírja is. És akkor neki csak annyit mondtam, azt értsétek meg, hogy mi, akik itt élünk Spanyolországba, eléggé túl vagyunk már telítve az ilyen kérdések, hogy valaki csak bedobja, hogy menni akarok Spanyolországba, nem tudok semmit. Van munka? Nincs. Azoknak sincs, akik itt laknak, a spanyoloknak sincs. Itt a legmagasabb szerintem az Unióban a munkanélküliség ilyen 12-13%, de Andalúziában inkább 30%. Ha mégis ugye tud valaki munkát kapni, akkor annak valamilyen specifikus dolognak kell lennie. És megírtam ennek a srácnak, hogy figyelj, Spanyolország elég nagy. Először is. Tehát ha valaki azt mondja, hogy Spanyolországba akar jönni, ezt felejtsétek el, ez nem Magyarország. Olyan, mint amikor tegnap az ITV-n, ez tegnap volt? Vagy tegnap előtt? Szerdán volt az is, akkor két napja volt. Az ITV-n voltam, és valaki beírja, hogy hát havazik Spanyolországban, most láttam a hírekben, hát nálad hogy nem esik? Madridba, gyerekek, 450 kilométer van ide. Tehát az olyan, mint azt mondanám egy pestinek, hogy Prágába havazik, hogy nálad nem. Vagy az Alpokba havazik, hogy nálad nem. Spanyolországba tudsz, és az még csak 450 kilométer. Spanyolországba tudsz 1000 kilométert menni, és még mindig az országba vagy. Olyan elképesztő különbségek vannak a régiók között, mint hogyha különböző országokba mennél. Tehát először is el kell dönteni, hogy hova akarsz menni. Ennek a srácnak azt mondtam, ide figyelj, vannak olyan területei az országnak, ahol az égvilágon semmire nem mész az angoloddal, mert azt se tudják, hogy mi az, ha megszólalsz. Még fel se ismerik, hogy angolul beszélsz. Nem, hogy azt mondják, hogy nem tudok angolul. Mondjuk a portugál határ melletti szegény tartományok, Lejda, nem tudom én, talán Valladolid, meg ilyenek. Tehát az északi galíciai tartományok, talán egy kicsit, mivel ott is a turizmus van, ugye az Atlanti-óceán partszakasza. Itt a Costa Blancán, illetve akkor feljebb Barcelonában, vagy lentebb délebre, Malagán sem általános az, hogy mindenki tud angolul. Malaga és Barcelona az inkább nemzetközi, de itt is vannak olyan részek, ahol több angol van, de ott is inkább úgy
csomókban vannak ezek az angolok, tehát nem általános az angol tudás. Mondtam neki, tehát egyrészt az angol nem mész semmire bizonyos helyeken, másrészt például itt, ahol én lakom, itt minden második ember angol. A boltokban vannak angol feliratok, mikor a Mercadónában megyek, angolul mondja be a hangos bemondó, hogy megváltozott a nyitvatartásunk, vagy bármi. Csak figyelj, itt meg nem kell biciklis futár. Mert itt mindenkinek van Jeep-je, Porsche-je, vagy Ferrari-je, vagy akármilyen. Erős túlzás, amit mondok, de azért mondom ezt, hogy értsétek. És mondtam neki, hogy figyelj, ennél ez egy kicsit több research, tehát több utánanézés kéne azért, hogy végülis mit akarsz csinálni. Tehát először, ha valaki Spanyolországba akar jönni, dönts el, hogy milyen konkrét régióba akar jönni. Vagy dönts el azt, hogy mit akar csinálni, és ahhoz keressen megfelelő régiót. Egy másik hölgy ugyanebben a csoportban, ugyanez alatt a poszt alatt azt írta, hogy hát ő most vett igazából egy ingatlant, őt nem is érdekli semmi, ő el van ennek a felújításával, nem akar ide költözni, csak ugye felújítja, gondolom, hogy ki akarja adni, de hát ő teljesen készen van attól, hogy senki nem tud itt angolul. Hát ezt hogy képzelik? Szóval se a szomszédja, se a gázszerelő, se a vízszerelő, se a hivatalokba, és akkor megírtam neki, hogy figyelj csak, te tudod, hogy hol vettél a házat? Spanyolországban. Miért beszélnének az emberek angolul? Ez Spanyolország. El tudtok képzelni egy olyan országot, ahol minden van? Tehát itt van tengerpart. Tenger, meg van óceán északon. Van 5000 méter magas hegy, a Pireneusok, de azon belül is csomó más hegy van még. Vannak olyan óriási nagyvárosok, mint Madrid, Barcelona, Sevilla, akár Valencia, ezek szó szerint metropoliszok. Vannak végtelen hosszú autópályák, vannak földek, van bikaviada, tehát ha... Kicsit olyan, mint Amerika kicsibe. Azt kell mondjam, hogy ha valaki egész életében nem mozdult ki Spanyolországból, akkor tök jól el van. Tehát itt mindent megtalál. Mindent. Van hideg, van hó, van ordító nyár. Ha lemegy az ember Andalúziába, akkor szaharai homok. Egy kicsi Afrika is, ugye Ceutába is át lehet menni. Tehát a legtöbb spanyolt abszolút nem érdekli az, hogy most angolul akarjon beszélni. A spanyolok egy kicsit olyanok, mint a magyarok. Nem nagyon érdekli őket más a világon kívül. Spanyolország. España. Allé. Tehát ezt merészség elvárni, hogy angollal azért sok mindenre lehet boldogulni. Nézzük akkor a konkrét tanácsokat. Én azt hiszem, két részre bontanám azokat, akik ki szeretnének jönni. Akik ki szeretnének jönni, dolgozhatnak, illetve vállalkozhatnak. Ez két teljesen különböző szegmens. Aki dolgozni szeretne, annak lehet olyan szakmája, ugye ebben a riportban a másik interjú alany, Tomi és Noémi után Attila volt, Balog Attila, azt hiszem, hogy ő programozóként jött ki. Tudom is, hogy hol dolgozik, ugye ő be is írta ezzel a posztanál, hát ő is meglepődött ezen a 2500-on. Hát Alicantéban van az Európai Uniónak, azt hiszem, hogy a Szerzői Jogvédő Hivatala. Ugye az Európai Uniónak különböző szervezetei úgy néznek ki, hogy az Európai Unió területén különböző városokban vannak. Na most ez a copyright-tal foglalkozó szervezet, az úgy döntött, hogy Alicantéba jön. És ha nem tévedek, legalábbis, mit tudom én, írd be, ha most nézed, vagy javítsd ki, akkor ő ennek a szervezetnek dolgozik, tehát őt mondjuk hívták ide. Tehát ez egy olyan dolog, ahol amit nem lehet csak úgy külsősként megkapni. Tehát most én mit tudom, megpróbálnék beadni oda egy jelentkezést, szerintem nem vennének fel, hanem azt mondanák, hogy egy külsős céghez jelentkezzek, akivel nekik szerződésük van, és esetleg úgy bekerülhetek. Nem próbáltam még ki, mert még mindig nincs olyan életrajzom, de majd talán megpróbálom. Tehát az egy teljesen különleges eset. Ugye jöhetnek, azt mondom, olyanok a szakmából, és akkor az informatikát is érthetem a szakmán, vagy olyan szakmai tudással, akik meg tudják itt is állni a helyüket. Valakit kérdezte, Attila közben írja, hogy az egyik projektje ez, igen, meg más dolgokat is. Igen, azt hiszem, architekt vagy, ugye azt mondta, tehát ilyen, az inkább egy tervezés, nem programozás. Mindegy. Tehát most mit mondjak, professzorok, egyetemi tanárok, stb. Orvosoknak, ügyvédeknek egy kicsit nehezebb, mert ugye különbözeti vizsgát kell tenniük. Én azt hiszem, hogy az informatika abból a szempontból a legkönnyebb, hogy aki informatikus, annak tök mindegy, hogy hol van, mert most majd én is, ha végre rászánom magam, hogy elkezdjek munkát keresni, akkor lehet, hogy Németországba fogok, vagy Amerikába, vagy Angliába. Mert ugye ez az alap a távmunkába. Akik úgy jönnek ki dolgozni, hogy fizikailag itt akarnak, ebben a környezetben, tudniuk kell spanyolul. Tudniuk kell annyit legalább, hogy ez egyszerűen ilyen, ha nem is kell a munkához, egy ilyen nemzeti dolog, hogy a franciáknál volt egy ilyen, hogy bizonyos szavaknak a használatát betiltották. Itt még a hotdogot se lehet kimondani. Caliente perro. Így van, hotdog, spanyolul. Caliente perro, forró kiskutya. Ezek lefordították szó szerint. Tehát az, hogy mondjuk milyen számot szeretnétek kérni, amihez egyébként nem kell igénybe venni senkit,
Tehát vannak ilyen szolgáltatások, mint ugye, amit mondtam, hogy Noémék is csinálnak, de ez nem kell semmit igénybe venni, ez bárki megteheti és bemehet, csak egyrészt már időpontot sem fogsz tudni kérni, mert most már csak online lehet kérni, tehát oda mész a rendőr, akkor el fog hajtani. Időpontot is csak online lehet kérni, ugye? Régen, nagyon régen, amikor még én voltam, ott kaptam időpontot. Tehát oda mentem, és akkor felírták a nevemet, mondjuk péntek reggel 8 jöhetek. És akkor jöttem péntek reggel 8-kor. Most már ez nem megy így. De egyébként, ha oda megy az ember, akkor sem fognak vele valószínűleg angolul beszélni. Hangsúlyozom, ezek nem általános igazságok. Pontosabban általános igazságok, amiket mondok, de kivételek lehetnek. Tehát lehet, hogy találsz egy olyan egyszer... Voltam úgy kórházban valakivel, hogy az orvos hajlandó volt angolul beszélni, és azt mondta, hogy ezt köszönje meg, de csak azért, mert ő venezuelai volt egyébként, és szívességből beszélt angolul, de egyébként sokan így kivagyiságból, főleg a rendőrségem, vagy így hivatalokban, egyszerűen nem is szólalnak meg. Nem is szólalnak meg. Bankokban gyakoribb. Tehát a bankokban az már általánosabb, hogy esetleg tudnak hozzá angolul szólni, de ott is csak az ilyen helyeken, mint mondjuk Moreira, HVA, Kálpe, ahol nagyon nagy létszám az angol lakosság. Itt van például az, hogy angol plakátok vannak kint, tehát angolul, hogy jöjjön ide hozzánk, meg a banknak a honlapja is esetleg angolul van, tehát át tudom váltani angolul. Tehát ezekre készüljetek, hogy elég nagy szembenállás lesz. Éppen ezért, aki dolgozni akar, annak is inkább azt javaslom, és mondjuk csak angolul tud, hogy olyan régiókat keressen magának, ahol az angolok vannak többségben. A legnagyobb létszámban természetesen angolok vannak itt. Egyszer néztem statisztikákat, én azt hiszem, hogy ők a legtöbben, talán 800 ezeren vannak Spanyolországban, ezeknek a statisztikáknak nem lehet hinni. A hivatalos statisztikai adatok szerint 8300 magyar él Spanyolországban, egész Spanyolországban bizony, ez így fejbevágó dolog. Én már tudok annyira spanyol, hogy a spanyol nemzeti statisztikai hivatal honlapját tudom böngészni, és tudom, hogy hogy működik, mert itt az még egy külön kihívás, hogy tudjad, hogy elképesztő bonyolultságú dolgokra hogyan, mire kell kattintani. De ez nem igaz. Ugyanis akkor itt jön a második dolog, amikor kiköltözöl, akkor be kell, hogy regisztrálva legyél. Tehát egy embargo-alanyméntót kell szerezni. Ez azt jelenti, hogy a lakásbérleti szerződéssel bejelentkezel az adott önkormányzathoz. Na most én már 6 éve laktam itt, 5 éve, tavaly jelentkeztem át Beniszából ide. Tehát én 5 évig, még már 5 éve már itt laktam, de még mindig amoda voltam bejelentve. Tehát jó, attól függetlenül én spanyol. Tehát spanyol rezidensnek minősültem, tehát én beleszámítottam abban a 8000-be, de nagyon sokan nem regisztrálnak be. Tehát itt vannak akár fél évet, egy évet, két évet, most ugye ők nem regisztrálódnak itt, tehát nem kerülnek be a rendszerbe, hogy miért fontos ez. Bármit akarsz csinálni Spanyolországban, ugye kell, hogy legyen egy rendszeres jövedelmed, kell, hogy fel tud mutatni ezt a jövedelmet, kell, hogy legyen egy bankszáma számad, egy lakcímet, ha felvesznek, és az az óriási szerencséd van, hogy szerződést kötnek veled. Éva Dobai, a franciák se szeretnek más nyelven beszélni. Tudom, mert jártam nagyon sokat Franciaországba is. De mindegy, ez most más téma. Tehát igen, ők is pontosan ilyenek. Tehát ahhoz, hogy rendesen, törvényesen tudjál dolgozni, mert tény, hogy ezeket a pincéreket is legtöbbször csak feketén veszik fel. Mondom, Ivettet is. Beígértek neki, nem fizették ki, elküldték. Mit tud csinálni? Nem pereheti be. Nem, nincs olyan sok ellenőrzés azért. Tehát ez nem olyan, hogy akkor most rajtad itt a kölyál, nem adtál számlát. Tehát ilyen, hogy az APEC, hogy akkor próbavásárlást tartunk, és nem adtál számlát. Hát kiröhögöm, az éttermekben nem tudok számlákat kapni a fogyasztásra, mert azt mondják, volt olyan étterem, aki azt mondta, hogy hát mi az, hogy számlát? Hát ők még életükben nem írtak senkinek számlát. Hogy kell, azt mondjam már el. Én magyaráztam neki, hogy kell számlát írni, hogy tudjon nekem számlát adni. De egy másik helyen azt mondták, hát most nincs itt az, aki be tudja kapcsolni a számítógépet, adja meg az e-mailt. Tudja mit? Adja meg az e-mail címét, majd elküldjük. Tehát itt az, hogy egy opályás hülyét kapna itt, hogy próbavásárlás. Nem írtál számlát? Tudjátok, Magyarországon bemegy, igen, kérek akkor egy serit, köszönöm, megittam, fizetek, 200 forint, jó? Oké, eltelt 5 másodperc, nem adtál számlát, 500 ezer forint. Ilyen itt nincs. Éppen ezért nagyon azokat sem ellenőrzik, akik dolgoznak, bár mondom, vannak ellenőrzések, de nem ez a jellemző, úgyhogy simán felvesznek valakit feketén. Na most, akkor térjünk vissza megint ezekre a papírokra. Ha minden papírod rendben van, megvan a NIE-szám, megvan az embargo-n, amilyentől van bankszámlád, van telefonszámod, akkor megkötik veled a szerződést. Ugye az kell ahhoz, hogy először bérleti szerződéssel is legyen, akkor is tudsz munkát szerezni. Ha nincs munkád, nem fognak kiadni neked lakást. Ha nem laksz itt, nem fogsz munkát kapni. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, amit fel kell oldani. Pénzzel lehet feloldani. A pénzzel úgy lehet feloldani, hogy azt mondod, hogy akkor 6 hónapot előre leteszel, és akkor megkapod a lakást. Tehát ha bármit akarsz, és komolyan gondolod az életet Spanyolországban, már pedig én azt gondolom, hogy a kiköltözők nem csak egy nyárra akarnak jönni. Azért mondom el ezt annyiszor, nem akarom senkinek azt mondani, hogy hazudott, hogy ez egy átverés. Vannak ilyen átverések.
Nagyon sokan tudjátok, akik esetleg most itt éltek Spanyolországba, ugye délen van ez a csapat, ez a Negro csapat, az Oltán Negro csapat, meg a Bihari Judit csapat, ugye ők ingatlanoznak, és hát ott én csak felületesen tudom, mert nem voltam kapcsolatban velük, de ugye ilyen külön csoport is alakult még, hogy az ő károsultjaik pert indítottak, és ebben Magyarországon is nagy botrány volt, hogy egy bűncselekmény miatt eljárás indult, amikor mindenkinek azt mondták, hogy 100%-et lehet hitelt kapni, vagy 100% hitelt lehet kapni ingatlanok, és akkor majd ők ezt ügyintézik. Volt egy ismerősöm is, aki el is küldött nekem egy szerződés mintát, hogy ők milyen szerződést kötnek, 500 euró volt benne, mindenkinek 500 eurót kellett kifizetni, és aláírni azt, hogy ők mindenben eljárhatnak a nevükben. És akkor ők nyitottak mindenkinek bankszámlát, meg minden, a végén meg nem jött össze a 100% hitel, és akkor azt mondták, hát bocs, még mit tudom én, 500 ezeret be kell fizetni, hogy megkapd a házat, mert nem kap 100% hitelt. Akkor mindenki azt mondta, hogy hát akkor nem, és akkor pénz meg vissza nem járt. Ugye ilyenfajta lehúzások is vannak. Ez, hogy azt mondjuk, hogy 2500 eurót lehet keresni pincérként Spanyolországban, azt mondom, hogy ez önmagában nem hazugság. Abból a globális képből kiindul, vagy ti most erre meg akartok indulni, biztos, hogy nem így van. Egészen biztos, hogy nem így van. Azért tartom nagyon fontosnak ezeknek a dolgoknak az elmondását, mert rengeteg embert láttam kijönni, és aztán hazamenni. Tehát ahhoz, hogy tudjál maradni, akkor most jön a következő nagyon fontos dolog, kell, hogy legyen pénzed a bankba. Amint bejön az első, úgy hívják, hogy nomina, ez a nomina a fizetés, tehát hogy bejönnek a kis pénzeid a bankszámlára, és a bankszámládon szépen látszik a forgás, hogy bejön a pénz, kimegy mobiltelefonszámlára, kimegy kábeltévé előfizetésre, vagy valamire, a bank így látja, akkor annál inkább nő a hitelképességed. Akkor később már kapsz mondjuk autóra hitelt, ha autót szeretnél venni. Az életünket így kell felépíteni. Kiköltözünk egy új országba. Azokról nem beszélek, akiknek van 1 millió euró a zsebükbe, kijönnek, vesznek 300 ezerért egy villát, azt el vannak 6 évig. Azoknak nem szól ez a műsor. Ők vásároljanak privát konzultációt, mert nekik vannak ötleteim, hogy hova tegyék az 1 milliójukat. Nem oda, ahova gondoljátok, befektetni. Tehát, ha így lépésenként akarok elindulni, akkor meg kell, hogy jelenjen az a pénzed valahol. Tehát annak a pénznek ott kell lenni a bankszámlán, a banknak kell, hogy legyen egy ilyen hitelminősítése, és akkor előbb-utóbb kapsz hitelt először mondjuk csak a tévére. Képzeljétek el, én amikor először meg akartam venni egy tévét, még nagyon csóró voltam, 500 euróért akartam megvenni egy tévét, úgyhogy hitelre. Tehát mit tudom, kifizet milyen 20 eurójával. Ez nagyon régen volt, ugye, amikor az első évben, amikor kijöttem, nagyon szegény voltam. És nem adták, mert semmi nem volt. És megkérdeztem a banktól, hogy mit lehetne csinálni. Hát azt mondja, tudnának adni 5000 euró hitelt, ha betennék 5000 euró fix betétet, amit nem vehetek fel. Magyarul adnom kellett 5000 eurót a banknak, lekötve úgy, hogy nem férhetek hozzá, mindaddig, amíg a hitelt nem törlesztettem, és ők adtak 5000 eurót. Most mi ennek az értelme? Az 5000 euróból nem lett több pénz, de óriási változás volt. Abban a pillanatban, hogy betettem az 5000 eurót, és megkaptam az 5000 eurót, ugye én ugyanúgy a pénzemnél maradtam, csak hát kamatok, stb. Azonnal kiállítottak nekem egy hitelkártyát, amin volt 3600 euró hitelkeretem. Ebből vettem az első kabriómat. Esküszöm. Tehát már azonnal egy szintet léptem. És akkor onnantól kezdve minden évben volt egy ilyen rendelkezésre álló hitelkeret. Ez a rendelkezésre álló hitelkeret, ez úgy néz ki, hogy egy bizonyos összegig megbíznak benned, és akkor azt mondják, hogy hát így csettintesz, és akkor az a pénz ott van. Ez legutóbb nekem felmer már 18 ezer euróig. Tehát azt jelenti, hogy ugye a bankszámla forgalmam, a pénz, ami bent van, meg ezek alapján úgy ítélték, hogy nekem így akármikor adnak 18 ezer eurót, ha kell. Tehát csak így, ez tényleg úgy működik, hogy a banki programban van egy viszont, hogy azt mondom, hogy mennyi most a limit, és akkor ugye először 12 volt, aztán most legutóbb már 18-ra ugrott, megnyomom a gombot, hogy oké, figyelj, tudjátok mit? Adjátok, nem bánom, adjad a pénzt, na, adjad. Ilyen SMS-eket kapok, hogy kell 5000 euró, kell 6000 euró, hagyjatok már békén. Rákattintok, és akkor az ott van a számlámon, és akármit csinálhatok velem. Na most ezek a hitelek ugye nagyon jó kamatozásúak, tehát én azt hiszem, hogy ezt a 18 ezeret, ezt ami 4,9%-ra adták. Természetesen én ezt lealkuttam, mert egyébként 6 volt, de alkuttam a bankkal, és ezt fel is használtam. Ugye én szeretem a bank pénzét költeni, mert nagyon olcsó, és addig az én pénzem, tehát én csak, ha valamit hitelre veszek, csak olyat veszek hitelre, amire amúgy van pénzem, csak nem az én pénzemet használom. Én de be tudom fektetni máshová, használjuk a bankpénzét. Hát most ugye ez kijön, mit tudom én, a 18 ezer eurót 4 év alatt visszafizetni, az mondjuk mit tudom én, 2000 euró kamat. Tehát ha 4 év alatt 18 ezer euróból nem csinálsz többet, mint 2000, akkor ne is legyél vállalkozó. Ugye, tehát ilyen dolgok. És lehet alkudni a bankba. Van egy ilyen rendelkezés állási összeg, mondjuk 1%, azt mondta, hát én azt nem fizetem ki, gyerekek, én, szó se lehet róla. Jó, akkor ezt elengedik.
A kamaton is engedtek. Bármikor akarom, előtörleszthetek, visszafizethetek. Tehát ugye ez a fajta stabilitás az, amikor azt mondom, hogy már Spanyolországban vagy. Én nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy valaki pincérként ezt meg tudja csinálni. Tehát a pincérkedés az mindig olyan, hogy most itt vagy, holnap meg amott vagy. Ahogy járom ezeket az éttermeket már 11 éve, ugye én nem nagyon szeretem, én félek az idegen éttermektől, én általában szeretek mindig ugyanoda menni, nem nagyon látok ismerős ugyanolyan arcokat. Ha van egy kedvenc éttermem KP-ben, ahol ugyanaz a fazon van már talán 4 vagy 5 éve, de ő meg a tulaj. Tehát ő meg még mindig felszolgál. De ott is változott már a szakács. Tehát ott abba hagytam, mert megváltozott a szakács. A feleségét tette be szakácsnak, és ez zokon vettem, úgyhogy nem járok oda enni, mert nagyon megváltozott a kaja. Tehát ez egy iszonyat félvezető dolog. Nézzük akkor a munkanélküliséget. A spanyolok nem szeretik a külföldieket. Ennyi. Ha csak egy mondatot jegyeztek meg, akkor mondja, a spanyolok nem szeretik a külföldieket. Soha nem fogtok tudni itt beilleszkedni. Nem érdekelnek olyanok, akik itt vannak már tavaly augusztus óta, vagy egy év, és azt mondják, hát ők olyan jó beilleszkedtek, senki nem. Tehát a spanyol az nem fogja azt mondani, hogy te mocskos külföldi. Te hülye idegen, menjél már innen, mit keresel itt az országunkba? Tehát nincs ez a idegen gyűlölet, mint Magyarországon. Mindig mosolyogni fognak, mindig örömmel elveszik a pénzeteket, mindig átvágnak. Tehát a spanyolok számára egy külföldi, főleg a nyugati turisták, hát annak annyi pénze van, hát az adjon már belőle. A piacon átvernek, az autószerelőnél átvernek, ha valamilyen munkát kell végezni a házban, biztos, hogy átvernek az első 1-2 évben. Aztán, amikor már kicsit tudsz spanyolul, amikor már piacon úgy kéred, hogy mennyi ez, hány kiló, mennyi, akkor már, akkor ez már tud annyira spanyolul, hogy hívja rám a rendőrt. Itt mindenre tudtok rendőrt hívni. Ha nem kap számlát a étterembe, egyszer volt ilyen, akkor hívom a rendőrt, hát semmi gond. Azonnal lett számla, azonnal előkerült a pecsét, kínai étterem volt, nem akartak számlát adni. Tehát itt mindenért lehet hívni a rendőrt. Ugye a helyi rendőrségnek az a dolga, hogy az ilyen kis perpatvarokat megoldja, pusztán a jelenlétével. Nagyon-nagyon-nagyon kevés eset jut el a denunciáig, ugye a denuncia az azt jelenti, hogy feljelentés. Önmagában a rendőr jelenléte, vagy már a rendőr fenyegetés, a rendőri intézkedéssel való fenyegetés is eléri azt, hogy nem. Mert alapvetően amúgy rendesek a spanyolok, tehát az ígéreteikben nagy részt meg lehet bízni, de csak egy olyan 2-3 év után. A kiköltözőknek ezt a 2-3 évet kell túlélniük. Az első 2-3 év nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. De ha azt a 2-3 évet túléled, felszedel egy kis spanyolt, már van egy fix lakásod, még akkor is, hogyha munkáról munkára jársz, tehát mondjuk fél évet itt dolgozol, fél évet ott dolgozol, akkor az ad egy olyan biztonságot, mert elkezded építeni egy kis bankszámládat, elkezded betenni 100 eurónként, 200 eurónként, legyen 1000 euród a bankba, 2000 euród. Ha mégis adódik valami, nem kell azonnal ugrani. Még azoknak, akik Angliából akarnak költözni, el akarom mondani, hogy itt nincs olyan igazán, ennek nincs itt kultúrája, hogy szobát bérelünk. Nincs olyan, hogy hárman összeállunk, és akkor bérelünk valamit. Tehát a bérleti szerződést a spanyol tulajdonos mindig egy valakivel köti meg, és abban a szerződésben az esetek 90%-ában ki van kötve, hogy te nem adhatod ki további bérletbe, nem csinálhatsz ott üzletet, nem csinálhatsz ott nagyjából semmit. Sokan kérdezik az állatokat, ugye az állatok megítélése egész jó Spanyolországban. Tehát a kínaiak kivételével, akik se boltba, se étterembe nem engednek be kutyát, macskát sehová. Most mondanám azt, hogy jobb, ha nem is viszed, mert lehet, hogy nem jön ki. Nem, azért nem kutyakaját adnak. Egyébként étterembe is simán be lehet menni. Sőt, az El Corte Inglesbe is mentünk úgy egyszer. Egyszer pont akkor voltam Zsebivel. Zsebi velem volt az El Corte Inglesbe. És nemhogy kinézték volna, vagy mit keres itt egy kutya. Az El Corte Ingles az egy ilyen elit, viszonylag edit luxus áruház, ahol ruhamárkáktól kezdve drága órákig, parfüm, tehát ilyen hely. És nem hogy kinéztek volna, hanem megbámulták, megsimogatták, jaj, de szép kutya, stb. Úgyhogy ez, amikor így megindultak ebben a 2-3 évben, és el tudjátok kezdeni az életet, akkor utána már könnyebb lesz. De ez az, amit nagyon sokan nem érnek túl. Azért, mert ilyen dolgokkal hidegetik őket, hogy majd jössz, és akkor itt lesz munka. Magyar éttermeket is láttam már, 2-3-at is megnyitni, bezárni. Magyar estet is többen szerveztek már, aztán ezek a magyar estek szétestek, hogy rémeljen is. Ez az egyik csoport, ugye, amit mondtam, tehát akik munkába jönnek ki, és akkor azt mondom, hogy inkább a külföldiekkel próbáljátok meg dolgoztatni.
A spanyol egy zárt nemzet, nem fognak olyan szempontból befogadni, hogy, és akkor befejezem a történetet Ivettel, most nagyon elkanyarodtunk, de visszatérve Ivettel, ugye mondtam, hogy ő gyógyszerész látogató volt, és sok-sok kudarcos éttermi munka után úgy gondolt, hogy már tud annyit spanyolul, hogy akkor elkezd megpályázni ilyen orvoslátogató munkákat. Semmit nem kapott, semmi esélye nem volt, tehát mindenhol próbálkozott. Egyszerűen a spanyolok így, nem, külföldi vagy? Nem, giri. Így hívják külföldieket spanyolul. Van ez a fajta természetes zárkozottság, és mondom, ez régiónként változik, lehet, hogy Barcelona nyitottabb, itt a valenciai közösség elképesztően zárt, tehát először egy valenciai, aki valenciánul beszél, nem pedig spanyolul, mert ugye Spanyolországban több nyelv van, a spanyol az csak egy, ahol ugye itt valenciánul beszélnek, és itt az iskolákban még kötelező a gyereknek valenciánot tanulni, nem castellánot, ami a spanyol, ugye? Először a valenciai kap munkát, aztán a spanyol, aztán egy kolumbiai, és aztán te, mint magyar. Meg kelet-európai vagy. Inkább vesznek fel előbb egy angolt, vagy egy belgát. A másik óriási zárt közösség, amit mondtam, ez az angol közösség. Ők olyan sokan vannak, és tényleg az ő közösségük is annyira jól szervezett, hogy nekik mindenük van. Tehát, ha egy angol ide költözik, akkor neki tényleg tudok olyan angolokat, akik itt laknak 15 éve, és még mindig csak azt nyit tudnak, hogy olá, meg mañana, meg talán ennyit tudnak spanyolul. Mert nem nincs rá szükségük. Víz, gáz, villany, autószerelő, bank, mindenhol tudnak angolul beszélni. Mindenre van angol cég, mindenre van angol szolgáltatás. Bowling klubot csinálnak maguknak. Láttátok, hogy amikor ellátogattam ugye a bowling klubba, Rotary klubjuk van, Lions klub van, veteránok klubja van, amikor a popi van, ugye nálunk március 15-én kitesszük a kokárdát, ők a popit teszik ki, ami a pipacs, és ez az első világháborús hadiveteránokra való emlékezés, mindenhol látom a kocsikon az embereken, tehát egyszerűen tartják itt a szokásaikat. És akkor jön a maradék, amire azt mondom, hogy belgák, hollandok, svédek, tehát ugye ők is egy kis közösséget alkotnak, de mondjuk azt mondom, hogy jönnek a románok, hát itt vannak a román boltok. Volt román felvonulás, mondjuk nemzeti cuccba, ezt azt hiszem Szabolcs felesége Nóra mesélte, hogy ő látott ilyet. Vannak közösségeik. Itt nincs olyan, hogy magyar bolt. Vannak próbálkozások, hogy valaki egy panellakásnak a szobájába betesz két hűtőt, aztán hoz túrorodni, de ezek elhalnak mind ilyen 2-3 hónap után. Semmiféle összetartás nincs. Tehát ha kijössz magyarként, és azt mondod, hogy dolgozni akarsz, és nincs ez a szuper szakmád, amivel akármit csinálhatsz, akkor én azt mondom, először a külföldieket kell megcélozni. Tehát azoknak, akik tudnak angolul, azok célozzák meg az angol közösséget. Egy angolhoz próbáljanak elmenni, dolgozni valamit, ne a spanyolokkal próbálkozzanak. Tehát ha Spanyolországba jössz, felejtsd el, hogy spanyoloknak akarsz dolgozni elsőnek. A másik nagyobb szegmens, aki azt mondja, hogy neki van egy olyan szakmája, vagy valami olyasmit tud csinálni, amivel azt mondja, hogy ő vállalkozást indít. A vállalkozás indítás egy olyan fontos dolog, ami szerintem itt a Costa Blancán az emberek nagy része ezt csinálja, én is ugye egyéni vállalkozó vagyok, de kitaláltad, hogy fodrász vagy, körmös vagy, akárki vagy, csinálsz egy egyéni vállalkozó engedélyt, ezt most nem mondom le, hogy mert ez a műsor nem erről szól, és utána... Hú, közben megjöttek a szomszédok, és táncolnak a medence mellett. Azt a mindenit, valami nagyon parti van, nem tudom, mi lesz itt. Ugye nekem is van egy olyan szolgáltatásom, amit szoktam hirdetni, ez a Mycológia, vásárolhatta a konzultációt. Én azt mondom, hogy nem minősítem ki, mit csinál, de vannak olyanok, akiknél ingyenes konzultációs van. Tehát ugye most itt néztem a fókuszba is, ugye az volt, hogy hát fel kellett venniük egy külön embert arra, hogy ezeket a telefonhívásokat kezeljék. Én tudom, hogy hozzám is nagyon sok ilyen kérés érkezik. Én ezeket udvariasan elutasítom, és azt mondom, hogy ha valaki szeretné az én tapasztalataimat, azt a 11 évet, amit én itt eltöltöttem, és mindent megismertem, ő ezt szeretné megkapni, akkor ott van a Mycológián az óradíj, ennyit mindenképpen érdemes befektetni szerintem. Mert ha valaki komolyan gondolja, ezt megéri. Én kifizettem volna, ha lett volna valaki, amikor én kijöttem, hogy ezt mind el tudja nekem mondani. Aki ingyenes szolgáltatást nyújt, vagy ingyenes szolgáltatást vesz igénybe, ne haragudjatok, ahogy ezt mondom, de az olyan is. Tehát mindenki pénzből él. Ha valaki azt mondja, hogy persze, tartok egy ilyen ingyenes izét, akkor nagyjából elmondja azokat, amiket most én is itt elmondok nektek, az igazán fontos dolgok azok kimaradnak ebből. És hogy teljesítsem a másik ígéretemet is, ugye azt mondtam, hogy felolvasok egy nagyon kedves, antipatikus követő rajongót, aki írt nekem, és ezt most azért olvasom fel, mert ha megtalálom, ugye mobilon
Lehet, hogy nem lesz semmi felolvasásból, mert nem találom meg. Megvan. Farkas Árpád, azért mondom ki a nevét, és más származási dolgot nem, mert ugye nem tudjátok beazonosítani, de legalább ő magára ismer, ha most nézi a műsort. Tehát Farkas Árpi írt nekem március 17-én, és ezt most felolvasom, azért kell felolvasnom az egész hát szöveget, amit írt nekem, hogy értsétek, hogy néz ki egy átlag, nem egy átlag kiköltöző, de hogy néz ki egy ilyen kiköltöző, tapogatózó beszélgetés. És hogy mit jelent magyarnak lenni, és hogy mi ez az egész. Akkor szerintem ebből meg fogjátok érteni, ezt mindenképpen akarom nektek felolvasni. Meg azért is, mert ugye kérdés-válasz után letiltott, én akkor, hát most nem tudok neked válaszolni, így fogok válaszolni. Tehát most magadnak köszönheted, hogy esetleg közszemlére teszem ugye azt a beszélgetésünket, de csak így, tehát nem mondom meg, hogy honnan való vagy, de rengeteg Farkas Árpád van, biztos vagyok az országban. Tehát, kedves Mike, 4 éves kisfiammal, feleségemmel szeptemberben szándékozunk új életet kezdeni a Costa Blancán. Előtt április végén megyünk ki kiválasztani óvodát, lakhelyet, stb. Eddig Barcelonában voltunk 2-szer, legutóbb karácsonykor. Igazából itthon nagyon jó életünk van, a mai napig is, de sajnos jön a de. És most jön a felsorolás. Megvan mindenünk. 2 éve épült, hiteltelen ház. Ez kicsit furcsa megfogalmazás, azt mondanám, hogy nincs rajta hitel, de mindegy. Tehát hiteltelen ház, új nyaraló Balatonfüreden, hajó a kikötőben, egészség, kapcsolatok, barátok. Párom profi fodrász. 3 hónapos várólista van nála. Én mérnök. Ingatlanok fejlesztésével foglalkozom. Ingatlanokat veszek, felújítom, eladom őket. Rengeteg lóvé. Már ebből, amit így lemondott, vagy leírt. Sajnos jön szerintem az, amiről ma is beszéltél, egy olyan drágulás, ami élvezhetetlenné teszi majd itt az életet. Hát igen, elképzelhető nagy drágulás lesz, mondjuk a hajó már többe fog kerülni. Szegény. Ezért az a kis rövid nyár is szerintem keserű lesz itt már. A hosszú telet azóta nem bírom, mióta az a költöztem a 20 éves hülye fejjel Sydneyből, tehát még, akkor van már külföldi tapasztalata. Ezért feleségemmel akkor is Spanyolországban akarunk élni, a kevesebbet fogunk keresni, és újra kell mindent kezdeni. Mindent eladunk itthon, és akkor az otthon ott is meg lesz, csak napfényesebb, melegebb. Azt szeretném csak kérdezni, hogy szerinted a spanyol gazdaság milyennek néz ki a te szemszögedből? Jó döntésnek gondolod a változtatást? A gyerekeknek tuti hatalmas előny a nyelvek miatt, a többit meg nem tudom mennyire fog kell. Köszönettel. És akkor szó szerint ezt mondtam neki. Szia! Ha kiköltözéssel kapcsolatos tanácsadást szeretnél, akkor a mykologia.com/árak oldalon tudsz konzultációt vásárolni, és akkor beszélgethetünk természetesen minden kérdésről részletesen. Visszajött, hogy oké. Nem tudta igénybe venni az 50% kedvezményt, akkor most nem olvasom fel, de akkor válaszoltam, hogy igen, mert az a kupon már lejárt, tehát már nincs ez a kedvezmény. És akkor ma reggel 7.35-kor, senki ne írjatok rá Spanyolországban 7.35-kor, de mindegy 7.35-kor rám írt, ugye kitettem ezt a videót, talán sokan láttátok, hogy hajót vezetek. Nem mostani videó természetesen, tehát nem tegnap voltam hajót vezetni, egy korábbi videót tettem ki, amikor padlógázzal mentem. Most ehhez volt kedvem. Tehát néha, amiket kiteszek videót, azért nézzétek meg, hogy nincs rövid ujjas idő, hogy padlógázzal nyomjam a tengeren. Na mindegy. 7.35-kor írt egy üzenetet. Szia! Láttam, hogy hajózol. Azt szeretném kérdezni, hogy egy 5,5 méteres hajóm lenne ott, körülbelül mennyibe kerül egy éves tárolási költség? Alte, a Kálpe környékén, a kikötőben? A horvát B-tengeri vizsga jó ott? Köszönöm a segítséget. Visszaírtam. Szia! Továbbra is a fenti linken tudsz konzultációt vásárolni, ha ilyen kérdéseid vannak, smiley. És erre jött a válasz, amit után le is tiltott, tehát viszont választ már nem tudok adni. Egy hajó helyet kérdeztem fel, kiáltójel, dupla smiley. Megyek ki a hétvégén, akkor inkább beugrom a kikötőbe. Dupla smiley. Köszi a segítséget, újabb smiley. Ausztráliában sem volt magyar kapcsolatom, pont ezért. A magyar, az magyar marad mindig, újabb smiley. Na jó egyedül létet továbbra is. Hagyom, hogy egy kicsit érleljétek ezt. Tehát ide jön Farkas Árpád. Előadja, hogy ő mérnök, ő fejlesztő, a feleségének hosszú várólistája van, balatoni nyaraljuk van, jachtjuk van, tehermentes házuk, és hogy amúgy is Ausztráliába élt meg minden, tehát full gazdag meg minden. És sajnál 50 eurót arra, hogy végig beszélgessem vele mondjuk 2 óra hosszát. Tehát most nézzétek meg, nem titkolom, nem akarom most a műsorban, sose reklámozom saját magamat a saját műsoromban, nem tudom, észrevettétek-e már. Néha elmondom, hogy mykológiát igénybe lehet venni, de semmi. Most mondok egy árat. Elindítottam ezt a speciális oldalt kifejezetten kiköltözési konzultációra. 49 euró, 2x45 perc beszélgetés és 5 nap csetelés. Tehát az azt jelenti, hogy
majdnem 245 perc, vagy 90 perc beszélgetéssel, és 5 napi folyamatos cseteléssel, amiben kérdezhetnek, linkeket küldhetek, stb. Mindent meg lehet tudni 49 euróért. Farkas Árpád, elmondom most neked, hogy nyugodtan ugorjál be a kikötőbe, és kérdezd meg, hogy milyenek az árak. Lehet, hogy elzavarnak a picsába, mert azt mondják, hogy nincs már szabad hely. De csak azért, mert rád néznek, és azt mondják, hogy nincs szabad hely. Egyébként lesz, hidd el, csak neked nem lesz. Én az összes kikötőt bejártam innen Alicantéig, mindenhonnan kértem árajánlatot, mindenhonnan megkérdeztem, hogy a kereskedelmi mennyi, a tagság mennyi, mert ugye itt kell klubtagságot is venni, ami mit tudom én hány évre szól, nem csak a hajóhelyet kell megvenni, külön a szolgáltatásokért kell fizetni, külön a parkolásért kell fizetni, és ez mindenhol más. Mindenhol más. Van olyan, ahol azt mondják, hogy az, amit te akarsz, az mit tudom én mondjuk, direkt nem mondok valós összegeket, hogy nehogy ebből is tudjál profitálni, ha már egyszer úgy gondoltad, hogy hát akkor nem. De most azt mondom, hogy az egyik helyen ez kerül 5000 euróba, a másik helyen meg ez kerül csak 2500 euróba. És én tudom, hogy hol van ez a 2500 euró. Tudod? A 2500 eurós hely. 50 euróért megtudhattad volna, hogy hogy tudsz 2500 eurót spórolni csak a kurva jachton. És akkor még nem beszéltünk ingatlanokról, akkor még nem beszéltünk arról, hogy biztos, hogy te általába akarsz menni. Nem mondom meg, hogy miért, de menjél nyugodtan általába, ugorj le a kikötőbe. Csak nekem ne írjál többet. Örülök, hogy letiltottál. Tehát gyerekek, ezt akartam mondani, hogy Farkas Árpád azt mondta, hogy jó egyedül létet kíván nekem, még jó, hogy itt vagytok több ezren, több tízezren, néha több százezren megnézik a műsort. Én most megnéztem, amit tavaly csináltam, Tibor sétányos videót, valaki kérdezte, hogy Andalúziáról nincs műsor, dehogy nem, hát én voltam tavaly novemberben, ugye akkor egy egész sorozat készült ott az Andalúz régiót, bejártuk teljesen, és a Tibor sétányos videó, amiben nagy poénként előadtam, hogy hát itt vagyunk a Tibor sétányon, a Ráhel plázánál, meg a Lölő kikötőnél, van egy ilyen videó, nézzétek meg, azt már 538 ezeren nézték meg, tehát az már 538 ezer emberhez ért el. Jó? Árpi. Tehát én azt gondolom, hogy nem kérek sokat, amikor azt mondtam, hogy 245 perc beszélgetésért, meg 5 nap folyamatos csetelésért 49 euró, és akkor azt mondom, hogy ezzel mindent megtudhatsz, amit én 11 év alatt valaha megtudtam erről a környékről. De te azt mondtad, hogy nem csak, hogy a magyar az magyar mindig marad, meg hogy jó egyedüléted tovább, és akkor csak adok egy tanácsot, hogyha elő akarod adni magad, hogy te ingyen akarsz információt, ezért mondtam nektek, azzal kezdtem, hogy ami ingyen van, az annyit is ér. Az ingyenes szolgáltatás, meg az ingyenes tanácsadás, az annyit is ér. Én pénzt kérek, nem szégyellem, meg kell élni valamiből, másrészt azt hiszem, van olyan tudásom, ami embereknek megér ennyit. Már többen igénybe vették, képzeld el, és nem csalódtak. Tehát azt a tanácsot tudom adni neked, hogy ne add elő, hogy neked mit van, ha aztán sajnálsz 50 eurót kérni, mert ebből az látszik, hogy pfú, hát van ennek 1000 eurója is. Ha így kezded, akkor a spanyolok el fogják venni a pénzed. Tehát az ilyeneket verik át rögtön elsőnek. Ezt azért akartam nektek felolvasni, hogy tudjátok, hogy milyen üzenetekkel szembesülök nap, mint nap. Vannak sokan, akik írnak és azt mondják, hogy ki akarnak költözni. Nem válaszolok semmilyen kérdésre, mert azokat a kérdéseket, amiket ilyen nagyon egyszerű kérdéseket feltesznek, mennyibe kerül ott egy kétszobás lakás? Erre azt szoktam mondani, hogy mennyibe kerül Magyarországon egy autó, aminek 4 kereke van? Hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni? Spanyolország 1000 kilométer így, meg 1000 kilométer így. Hol kétszobás lakás? Tudod, mennyibe kerül egy kétszobás lakás? 15 ezertől másfél millióig. Tehát ezekre a kérdésekre nem válaszolok. Minden mást pedig, szerintem most ez a műsor is, ez a beszélgetés is rengeteg olyan információt tartalmazott, amit senki mástól nem tudnátok meg, de én most ezt elmondtam ingyen. Akik privátban élnek, azoknak mindenkinek udvariasan azt mondom, tessék itt a link, itt lehet konzultációt vásárolni. Én azt mondom, ez egy szűrő. Aki képtelen ezt felfogni és ezt rászánni, annak nem fog sikerülni. Az meg is érdemli, hogy elbukjon. Tehát én úgy gondoltam, hogy ez egy és még valamit azért, tehát most ha valaki kiakad azon, hogy 50 euró az órabér, ez nem egyébként, mert ugye 2x45 perc, tehát nem az, de a Mercinél nálam, amikor megnéznek valamit, akkor 63 euró plusz áfa az óradíj. Tehát ha az ember bemegy a Mercihez, nem jön ki 200 euró alatt, akkor is, ha csak rákötötték a gépet, és megnéztek valamit, meg egy kicsit felemelték, tehát meg nincs javítva, akkor még nincs javítva. Hát mondtam, hogy amikor belém jöttek, volt az a koccanás, ugye, és csak a lökhálító alján az a sárvédő elem jött le, meg egy kicsit behorpadt, 3000 euró volt a javítás. Ugyan a biztosító fizette, nem nagyon érdekelt, de nekem kellett kifizetni, amíg a biztosító nem rendezte, ugye? Tehát figyeljetek, aki 50 euró miatt kiakad itt, az ne akarjon jönni.
Tehát például egy ilyen Nielsen ügyintézés, és én nem tudom, mennyit kérnek Tomiék, de szerintem itt egy ilyen 100 euró. Tehát aki 50 eurót, és azt mondja, és ráadásul ilyen kérdés, ja, hát csak egy hajóhelyet kérdeztem. Hát figyelj, nem hajóhelyet kérdeztél, Farkas Árpi, azt kérdezted, hogy jó-e például a horvát B-tengeri vizsga. Hát Spanyolország a legkülönlegesebb ország a hajós vizsgák szempontjából. 2014 óta csinálok vizsgákat, 8 évet tanulok kapitánynak, és már annyi vizsgát megcsináltam, nem válaszolok. Hát persze, hogy nem. Csináld meg te is. A kapitán de jött a fokozatot elérni Spanyolországban, kb. 5000 euró. Mire az összes vizsgát végigcsinálod, a tanfolyamokat, meg minden. Ja, és ezt nem lehet, hogy most leülök és megcsinálom. Azért tart évekig, mert bizonyos vizsgák bizonyos más vizsgákra épülnek, és mondjuk egy évben csak 3 vizsga van. Már többet mondtam, mint kellene. Milyen hajóhelyet kérdeztél? A hajóhelyre is azt kérdezted, hogy melyik városba. Hát döntsd el melyikben, mert különböző árak vannak. Kurva nagy különbségek vannak. Előtte meg mi az, hogy csak hajóhelyet kérdeztél? Milyen a spanyol gazdaság szerinted? Jó döntés kiköltözni? Ha mégis hány kérdést tettél fel, amit ingyen szerettél volna? Farkas Árpi. Szerencsé, hogy letiltott. Kedves nézők, ezt akartam csak elmondani, ugye, hogy ilyen kommentek is érkeznek. Néha felhúzom magam dolgokon, de egyébként alapvetően leperegnek rólam ezek a dolgok. Tehát én tudok mosolyogni, látjátok most is, amikor hülye kommentek jönnek, hogy egy-két embert kitiltok, ez nem nagy gond. A régi kommentelők közül tudjátok, hogy attól nem kell félni, hogy valaki kommenteljen nálam. Még ha valaki nagy hülyeséget kérdez, se tiltom le. Linkelésért kitiltam valakit. Vannak trollok, ezt most szeretnék figyelmeztetni mindenkit, ha valaki hirtelen olyan különösen angol nyelvű vagy idegen nyelvű szöveget kap, hogy hello, szeretnének megismerni, leszünk barátok? Ezek mind scam. Tehát ez mind csalók. Ne válaszoljatok neki, amint meglátom őket, ezeket kitiltom. Tehát ezek majd el fognak tűnni. Jönnek a trollok, akik ilyen mindenféle hamis orosz híreket próbálnak. Most is valaki megpróbált belinkelni tegnap egyet, hogy Zelenszkij már elhagyta Ukrajnát és a lengyel határon keresztül menekült. Ezek annyira nevetségesek, hogy ezeket azonnal kitiltom. Valaki olyasmit linkel, ami nem nagy gáz, akkor egyszer csak kitörlöm. Kitiltam azokat, akik csúnyán beszélnek. Tehát nagyon sokan olyanok vannak, tehát simán jönnek ilyenek, hogy a kurva anyád, meg te hülye bunkó, meg ilyenek. Tehát, és akkor rákattintok a honlapra, és mondjuk egy 70 éves nénike. Tehát ez a színvonal Magyarországon. Jó, tehát nem kell félnetek a kommenteléstől, nyugodtan azt is leírhatjátok. Látjátok, a Márki-Zay Péter féle levél alatt egy csomó olyan kommentet otthagytam, akik azt mondták, hogy megérdemelte, hogy elbukott. Mert ez a véleménye. Nincs itt demokrácia. Itt az van, amit én megengedek. Ez az én oldalam. Lehet másik oldalt nézni, akinek nem tetszik, lehet más szakértőt megkérdezni. Azt is lehet, hogy senkit nem kérdeztek meg. Úgy is ki lehet költözni Spanyolországba, hogy persze összepakoltak is motyódat, és kijössz. Én nem ítélem el azokat, akik ezt csinálják, mert én is ezt csináltam. Én mindent magamnak intéztem. Valaki itt beírta az előbb, hogy azt se felejtsem el megemlíteni, hogy mindenre magad vagy. Ez tökéletesen így van. Nagyon-nagyon szűk körben tudsz esetleg egy baráti jó szóra számítani itt valakitől, vagy ilyen az, amikor néha Szabolcs átjön, és akkor tartunk egy ilyen este beszélgetést, láttátok. De úgy, hogy most nagyon messze vannak, tehát ez nincs olyan, hogy most akkor átmegyek, kisírom a bánatomat, vagy valami. Ha külföldön vagy, nagyrészt mindenre egyedül vagy. Nincs az, hogy ott a család, nincs az, hogy átmész a nagyihoz, a szülőkhöz, a barátokhoz, nincs az, hogy tudod, mindig ehhez az autószerelőhöz jártál, itt minden idegen lesz. Nagyon nehéz. Készüljetek fel. Csináljatok, nem tudom kinyerni magyarul, research-ot, tehát kutatást, csináljatok egy kis utánanézést ezeknek a dolgoknak. Én úgy gondolom, hogy talán hasznos volt sok minden abból, amit ma elmondtam. Nagyon fontos, hogy ne dőljetek be az ilyen itt minden. Ja, még egy dolgot meg akartam említeni, mert ez a Tóth Brigitta nevezetű hivatásos rettegő, én csak így van, hogy hivatásos rettegő, én nálam le van tiltva egyébként, tehát ő ilyen földig vagyunk egyébként a debreceni, ő is, de nem beszélünk már egy jó ideje. Amikor a Covid elkezdődött, akkor jött rá, hogy ő akkor most így elképesztő, miket írt, nem akarom ezt jellemezni, de tehát ő írt akkor, tehát azért hívom hivatásos rettegőnek, mert minden nap leírta, hogy úristen, milyen katasztrofális a helyzet, és minden napra talált valamit. Tehát lehet, hogy a jó hírek jöttek volna, hogy jaj, most végre ez vagy az, nem mindig nyomta a híreket. Azt hiszem, ami rádiós, tehát így bele van ebbe ez a szakmája, ez a kommentátorás. Azóta csinált egy oldalt, most megint reklámozok valakit, de megnézhetitek, ugye a neve alapján ez az oldala, és akkor ott most már, hogy lassan lefut a Covid, most nem tud más csinálni, most más híreket próbál közölni. És ugye egy páran beidézték az ő kommentjét, miszerint hát 100 000 állás van, óriási munkaerőhiány van a spanyol vendéglátásban, meg mindenhol. Egyetlen egy kommentet valaki válaszolt, azt mondja, hol van, mert én munkanélkül, valaki nem én, hanem ott valaki írt, hogy hát én munkanélkül vagyok, nem tudom mióta nem jön semmiféle állásanyag, hát hol van itt ez, hogy 100 000 állás hiány van.
Tehát ez megint olyan, mint hogy Magyarországon is azt mondjuk, hogy álláshiány van, és mégis mindenki szegény. Ez hogy lehet? Vagy álláshiány van, tehát, hogy munkaerő hiány van, tehát állás rengeteg van. Nem látok itt hirtelen 100 000 nyitott állást. Nincs így. Ne dőljetek be ezeknek a dolgoknak. Nem mondom azt, hogy ne költözzetek Spanyolországba. Az első kategóriának, akinek van 1 millió eurója, vagy 500 000, és azt mondja, hogy ő kijön és vesz egy kis házat, és akkor ő azzal jól el van, akkor azt mondom, persze, gyere nyugodtan. Én azt mondom, most már, a mai eszemmel, korábban csak ilyen fél évet szoktak mondani az emberek, vagy 3 hónapot, de én azt mondom, ha annyi pénzed van, hogy egy évig meg tudsz élni, akkor az egy biztonságos kezdés. Tehát annak nyugodtan azt mondanám, persze, gyere, semmi gáz nem lesz. Mennyi az egyéves pénz? Mennyi az egyéves pénz? Hát ez ugye teljesen attól függ, hogy milyen környezetben megy az ember, mi az ő igénye, mit tud kibérelni. Nagyon nem biztos, hogy lehet válogatni, mert itt a tengerparton nagyon drágák az albérletek, és már nem is nagyon van. Szabolcsék most ide akarnak költözni, és az égvilágon semmit nem találnak, ami olyan árba van, ami még megfizethető. Tehát most nagyon drágák az árak. Tengerparton szeretnél élni? Készülj fel, hogy sokat kell fizetni. De én azt mondom, hogy egy embernek, vagy akár még azt is lehet mondani, hogy oké, nevezzük azt, hogy kijön egy pár, 1500 euró egy hónapba, abból egy kis lakást ki tudnak venni mondjuk 500 000, nem a parton, beljebb a parton 500 000 ki tudnak venni, 500-ból kitelnek nyugodtan a számlák, és akkor 500 még marad ilyen kis internet, kis tankolás, kis ugye ez meg az. Tehát ha ezt így nézzük, akkor azt mondom, hogy mondjuk egy évre 18 000 euró, ez egy ilyen reális összeg, amire azt mondom, hogy ez már egy biztonság. Lehet, hogy inkább felkerékedném 20-ra. És készüljetek fel, mondtam arra, hogy ha a lakást akartok bérelni, nem az, hogy akkor jól leteszem az 1500-öt, hanem ott több havit is elkérhetnek, hogyha nincs igazolt jövedelmetek. Már pedig nem fogják elfogadni azt, hogy hát én dolgoztam 10 évet Magyarországon. Ez a második kategória. A harmadik kategória az pedig, akinek igazából csak annyi van, hogy így egy-két hónapig meg tudjon élni, ők vagy arra úgy jöjjenek, hogy már van fix munka, ami ilyen nincs. Tehát ezt felejtsétek, hogy interneten én majd kinézek egy lakást, és akkor lebeszélem telefonon, és mire jövök, már lesz lakás. Biztos, hogy nem lesz. Szabolcsék nem tudnak 200 kilométerre innen új lakást lebeszélni, hogy mire ide jönnek, az meglegyen. Tehát ti onnan Magyarországról nem fogtok tudni. Megint mondom, ezek általános tételek. Biztos, hogy lesz olyan egy valaki, aki ő... Hát én tudtam. Tehát kivételek mindig vannak. Az általános dolog nem ez. Nekik azt javaslom, próbáljanak előre tájékozódni, és amikor itt vannak, akkor azonnal. Tehát ha valaki vendéglátásban akar dolgozni, hogy néz ki? Csinálsz önéletrajzot, csinálsz belőle 200 példányt, és minden nap elmész, és minden nap elviszed ugyanazokba az éttermekbe. Ha minden nap elmész egyszer abba az étterembe, és beadod az önéletrajzodat, akkor lehet, hogy egy után azt mondják egy hét után, hogy figyelj csak, akkor gyere, maradj itt most, egy órát kell dolgozni. Látjátok, hogy a Benidalmas csoportban azt írt, hogy 10 órás szerződéssel vették fel. Az azt jelenti, hogy akkor őt berendelték mondjuk a déli műszakba, tehát a 1:30-2:00 tartó ebédeltetésbe, vagy őt berendelték a hajnali ivászatba. Hát itt nyáron hajnali egykor még vágni lehet az embereket lent a parton. Senki nem fog bezárni hajnali egykor, ha vágni lehet az embereket a parton. Ha vendéglátásban vagy, nem fogsz hazamenni hajnali 3-nál, hamarabb biztos lehetsz benne június, július, augusztusban. Erre készüljetek, és nem fogsz érte 2500 eurót kapni, bocs. Örülhetsz az 1000-nek, meg örülhetsz, ha egyáltalán felvesznek. Azt hiszem, mindent sikerült lefednem, hogyha úgy érzitek, hogy tetszett a műsor, akkor osszátok meg. Ennek, én nagyon fontosnak tartom, hogy ez mindenkihez eljusson. Azért is csináltam ezt most élő adásban, ez jut el a legtöbb emberhez, semmi pénzt nem kapok ezért, tehát ezért még annyit sem, mint a felvett műsorokért, hogy egy kis reklám legyen benne. Tudjátok, ebben nincs reklám, ezt teljesen ingyen csináltam, semmi hasznom nincs belőle, csak az, hogy esetleg néhány embert megmentek attól, hogy ne induljon el. Ha most valaki az alapján, amit tőlem hallott, úgy dönt, hogy nem indul el, lehet, hogy jó döntést hozott. Ha valaki az alapján, amit elmondtam, úgy dönt, hogy még további kérdései vannak, még további információkat szeretne, kutasson, ő is jó döntést hozott. Ha valaki azt mondja, hogy igen, amiket én hallottam, azokkal nagyjából tisztában voltam, én mégis meg akarom próbálni, annak azt mondom, hajrá, vágjon bele. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én természetesen végig fogom olvasni az összes kommentet. Ha még van kérdésetek, nyugodtan, annak ellenére, hogy a műsor véget ért, nyugodtan írjátok be a kommenteket, majd válaszolni fogok. És ha tetszett, osszátok meg, kellemes hétvégét, majd hétvégére megint lesz valami ismétlés. Lassan véget ér ez a hónap, jön a május, óriási esőzésekkel, most sincs annyira jó idő, de talán majd lesznek megint kirándulások. Sziasztok!